Úgy gondolom, hogy tisztességesen álltunk meg az egészhoz. Most harmadik selejtező, 18 meccsből 13 nyertünk. Ez a egyenlő továbbjutás, mint az Európa-bajnokságnak a továbbjutása. És én úgy gondolom, hogy mondhatjuk 48 magyar kosárlabda nem volt ilyen, hogy két nagy verseny egymás után ott volt az elitból. Úgyhogy büszke vagyok. Köszönöm a srácok, a Budapest egy nagyon szuper rendezte az egész, nagyon sok ember volt, úgyhogy nagyjából köszönöm mindenkinek. 14 és fél hónap alatt, 3 hónap együtt voltunk, az is sok. Most jön másfél hónap ilyen is, és újra augusztus közepén találkozunk, és készülünk a következő évre. Jobbak voltak a litvánok, magasabb minden, csak én úgy gondolom a küzdés akarata, senki nem tud vitatni, hogy ez a mi srácok tudnak küzdeni, és a becsületes rendőrök. Lezárult az első világbajnoki selejtezős kör, 3 győzelem, 3 vereség, de ott vagytok a következő körben, hogy értékeled ezt a csoportkört? Hát úgy gondolom, hogy a célunkat elértünk, továbbítottunk a következő selejtező körbe. Igazából örülünk ennek a sikernek. Ugye kint kicsit szorosabb volt a meccs, 80-75-re kaptunk itt. Mi volt a probléma, úgy tetszik, mik voltak a hibák, amik ekkora különbséget eredményeztek? Igazából a játékunkat próbáltuk játszani, a litván keret kicserélődött, mondhatjuk így, a múltkori meccshez képest más rosterrel jöttek, ez volt a különbség. Milyen volt az NBA sztára, kellett játszani, itt van pont mellettünk egy? Ugyanúgy próbáltunk küzdeni, mint hogyha esetleg mások ellen játszottunk volna, persze megtiszteltetés ilyen játékosokkal is pályára lépni, de próbáltuk a maximumot hozni magunktól. Nem vagy könnyű helyzetben, hiszen sok a sérült jelenleg, illetve volt, aki a sérülésből tért vissza, és ugye visszavonultak a rutinos játékosok, a fiatalokat kellett beépíteni, mennyire sikerült őket beépíteni, mennyire találták meg a helyüket a csapatban? A látszom most, hogy mennyire jogos volt tavaly, hogy fiatalon nem vettünk Európa-bajnokságban, mert nagy falat volt, ott biztos nem tudták úgy szerepelni, most szép lassan azért áll, hogy mondom, szép dolgaik voltak, nem? Én a büszke vagyok, sose beszélünk a sérültek, azért kicsit rosszabb esett a koszovai meccs után, és a csomó ilyen hely, több foglalkoztak a koszovai, mint a velünk. Senki nem említik, hogy a Hanga sérült, a Benedek sérült, Juho sérült, Roszko 4 hónap után a visszatér meg ezek, mint a mi gyerekei fájdalom, azért, mert én nem sírok, nem érdekel még. Ha teszite nemzeti előtte újság vagy tévé, arra próbáljátok a saját nemzetet is képviselni úgy, mint az ez a srácok teszik a Magyarországon. És sok gond nem lehet. Én sem leszek dühös. Kicsit beszéljünk rólad, ugye ott hagyod az etét és mész a Szolnokhoz. Hogy ott a megkeresés, meddig gondolkoztál ezen? Így van, hát a szezon végén tudtam, hogy nem maradok Hegerszegen, mivel előre szerettem volna lépni egy nemzetközi kupában játszó csapathoz, szerettem volna igazolni, több megkeresésem is volt, és a Szolnokiak ajánlatát találtam a legszimpatikusabbnak, és irány Szolnok. Milyen kihívások várnak téged a Szolnokon, hogy érzed? Hát valószínűleg heti 2 meccseket fogunk játszani, és ugye nemzetközi kupában és a hazai bajnokságban is a cél az, hogy meggyerjük, a nemzetközi pedig minél lesz, bejussunk.